Gyergyó alfalvi Szent Háromság ünnepi búcsú szent misén az egyenlőséget hangsúlyozták. Közel 400 túrázóval zajlott a 9. Erő Zsolt teljesítménytúra Gyergyó Szent Miklóson. Jó estét kívánok, hírek következnek itt a Fénytelevízióban, a héten először tartsanak velünk. Csütörtöktől vasárnapig kulturális, szórakoztató és sportprogramok várták a helyieket és a Gyergyó alfaluba látogatókat a már 22. alkalommal megrendezett falunapok keretében. A színvonalas programok között volt könyvbemutató, megemlékezés Sövérelek festőművészre, grafikusra, diáknap, kiállítás, koncertek és főzőverseny is. Vasárnap a Szent Háromság ünnepi búcsús Szent Mise kapott hangsúlyt, ahol közösen mondtak hálát a községért és a közösségért. A mozgalmas falunapok keretében elcsendesedésre, elmélyülésre, valamint hálaadásra is lehetőséget adott a vasárnap délben tartott Szent Háromság ünnepi búcsús Szent Mise. A Gyergyó alfalvi templomot 238 évvel ezelőtt szentelték újra az újjáépítését követően, ezért is hálát mondtak. Pál Ferenc Gyergyó alfalvi születésű, kézdi szentléleki plébánost 25 évvel ezelőtt szentelték pappá, és visszaemlékezett arra, amikor még minisztrásként vett részt az alfalvi ünnepi szentmiséken, majd a búcsúk jelentőségét hangsúlyozta. Szent Háromságot gyűltünk össze megünnepelni. Egy idős pap testvéremnek a kérését megfogadva mindig kitérek arra, hogy búcsút ünneplünk. Mondta, hogy mindenhol beszéltek, mindent mondtok, de ezt nem mondjátok el, hogy a búcsú miről szól. És lassan elfelejtik, hogy miről is szól a búcsú. Hogy pár másodpercet ne hiányoljatok, vagy ne féljetek attól, hogy elvesztek abba, hogy elmagyarázzátok. Igen, mit jelent a búcsú? A búcsú a bűnök után járó büntetéseknek az elengedését jelenti. Az ember a bűnt elköveti, és rádöbben arra, hogy igen, megbántottam a Jóistent és embertársamat, utána megbánja, elvégzi a szentgyónást, és Isten megbocsájt, megtörténik a kiengesztelődés, de minden bűnnek Krisztusban szedett testvérek következménye van. És sokszor ezt úgy elfelejtjük. És ezt a következményt is helyre kell hozni. És erre szól a búcsú, hogy Isten ezt az ajándékot is megadja, hogy a bűnök után járó büntetéseket Isten a szentekre, a Jézus Krisztus szenvedésére és a szentek imádságáról tekintettel elengedi a számunkra. Itt jön be, amikor beleteszünk mi is valamit, és elmegyünk ugye búcsút nyerni, akkor így nyerünk búcsút, hogy elvégezzük a szentgyónást, hogyha szükséges, és szentáldozáshoz járulunk, és ez a búcsú. Pál Ferenc plébános prédikációjában kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy az emberek között nem szabadna különbséget tenni, mindenki egyenlőnek számít. Ezért olyan visszatetsző meg minden sokszor, amikor úgy beszélnek az Istentől, mint aki valahol messze van ott, a felhők felett ül, és lenézi, és nézi, hogy mi gyűrcölünk, szenvedünk, meg mi nem. Isten eljött közénk. Emberré lett, megmutatta, hogy neki ember arca van. Ember szerető Isten, és ő nyilatkoztatja ki a legnagyobb titkát a Szent Háromságnak, hogy ez az Isten nem magányos Isten, hanem az Isten három személyben létezik. Én és az Atya egy vagyunk, és beszél az Atyáról, mint Istenről, beszél a Szent Lélekről, elküldi a Szent Lélek, és itt van ugye, hogy az Isten Szent Háromság, közösség. Rengeteget lehet beszélni a Szent Háromságnak bizonyos megnyilatkozásról, de számomra most jelen pillanatban ez, ami sokat mond, és úgy, mikor kézzelem is úgy megrendített az, hogy az egymás közötti kommunikáció, három isteni személy egyenlő módon kommunikál egymással. És amikor napjainkban sokszor körülnézünk, mennyire kezdett megint elharapózni az emberek közötti különbségtétel, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy. A Szent Háromságnak a titka mindig figyelmeztet bennünket arra, hogy ti mindannyian testvérek vagytok.
A zenés produkciókkal kísért búcsús szent mise végén a himnuszokat is elénekelték közösen a jelenlévők, a 22. alkalommal megrendezett falunapok pedig vásárral és koncertekkel folytatódott. Ma kezdődtek és június 14-ig tartanak az óvodai és az iskolai beiratkozások. A határidő lejártával közzéteszik a beiratkozott gyermekek listáját és az első beiratkozási szakasz után rendelkezésre álló helyeket. A beiratkozások második szakasza június 17-től július 5-ig tart. Ez utóbbi napon is közzéteszik a beiratkozott gyermekek listáját és a fennmaradó helyeket. Augusztus 19 és 29-e között zajlik azoknak a gyermekeknek a beiratkozása, akiket az első két szakaszban nem vettek fel, vagy nem vettek részt a beiratkozásban. Augusztus 30-án közzéteszik a beiratkozott gyermekek listáját és a harmadik szakasz után rendelkezésre álló helyek számát. Hargita megye tanácsa május 23-án, csütörtökön ünnepi tanácsülés keretében ítélte oda az idei Hargita megyéért díját a csíkszeredai Apácai Csere János pedagógusok házában. A rangos kitüntetést Burus Siklódi Botond, az Apácai Csere János pedagógusok házának korábbi vezetője vehette át. A díjazást követően a tanácstestület számára fontos témában hozott döntést. Hargita megyéért díjjal tüntették ki Burus Siklódi Botondot, az Apácai Csere János pedagógusok házának korábbi vezetőjét. Hargita megye tanácsának május 23-ai csütörtöki dísztanácsülésén ismerték el a nyugalmazott igazgató elkötelezett munkáját, amelyet Székelyföld felzárkóztatásáért, a megye oktatási rendszerének fejlesztése érdekében a pedagógusok továbbképzéséért több évtizeden keresztül végzett. Az ünnepséget követően a megyei önkormányzat tanácstestülete számos fontos témában hozott döntést és szavazott meg különböző napirendi pontokat. Burus Siklódi Botond a díjátadó ünnepséget követően köszönetét fejezte ki, illetve az elmúlt évtizedek legfontosabb eredményeit emelte ki, amit az oktatás területén ért el közösen munkatársaival. Nagyon sok mindenre, hála Istennek, sok mindenre büszke vagyok, amit itt megvalósítottunk, és amit hangsúlyoztam, és ezt nem egyedül tettem, hisz egy olyan munkacsoport, munkatársak csapata vett körül a hosszú évek során folyamatosan, akik büszke vagyok. Nagyon nagy szeretettel gondolok rájuk most már ugye nyugdíjasként, de a Pedagógus Szövetségbeni munkatársaimra pedig most még aktív emberekre is nagy-nagy szeretettel gondolok, és köszönöm nekik azt a csapatmunkát és támogatást, amit a hosszú évek során kaptam. Nyilván, hogy itt a tárgyasult megvalósítások közül a Pedagógusok Háza az, amire büszke vagyok, mert sokan méltatták már szavakban is, és talán a hátunk mögött is, de az az általános tapasztalat, hogy Romániában, az országban kevés, vagy egyáltalán nincsen ilyen szellemi műhely, mint amit itt sikerült kialakítani. Még egyszer, nem egyedül, a munkatársakkal. A Hargita megyéért díjat 2001-ben alapította a megyei önkormányzat, és évről évre olyan személynek adományozzák, aki kiemelkedő tevékenysége által hozzájárult a megye jó hírének öregbítéséhez helyi és országos szinten egyaránt. Borbóly Csaba Hargita megye tanácsának elnöke a Hargita megyéért díjban részesült pedagógusról és nyugalmazott igazgató munkásságáról tett említést, illetve a tanácsülés legfontosabb döntéseit foglalta össze. Burus Siklódi Botond az a személyiség, aki úgy fogalmaztam, és úgy gondolom, hogy tényleg számunkra inspiráló lakhat a mindennapi munkában, hisz az a nyugodtsággal, kiegyensúlyozottsággal, a békekereséssel, de a határozott tudatos konok kiállással egy-egy ügy mentén, hát jó példát mutatott, hogy lehet Hargita megye oktatási rendszerét modernizálni, hogy lehet a különböző feleket odahozni az asztal mellé, többek között a megyei tanácsot is, hisz korábban a megyei tanács az oktatási kérdésektől így menekült, és azt gondolom, hogy a legrangosabb Hargita megye tanácsi díj, a megyedíj így a legjobb helyre került Ferenc Salamon alpár kollégám javaslatára. Hargita megye tanácsa májusi ülésén mintegy 500 napi rendi pontot fogadott el, többek között megyei településeknek szavaztak meg támogatásokat, a medvekérdés kezelésében is hoztak meg döntést, de a megyei ifjúsági stratégiát is elfogadta a tanácstestület. Nem csökken a medveriasztások száma. Hargita megyében a hétvégén több településen riasztották Roalert üzenetben a lakosságot medve lakott területen való jelenléte miatt. Péntek este a csíksomjai borvízforrás közelében, szombatra viradóan pedig a Szék útján bukkant fel egy nagy vad.
A Hargita megyei tűzoltóság közleménye szerint vasárnapra víradóan egy galócáson feltűnt medve miatt érkezett riasztás a telefonokra, majd délután Bélboron, később pedig Libánban láttak medvét, és vasárnap este a maroshévízieket értesítették nagy vadról. Hétfőre víradóan ivóban bukkant fel medve, a reggeli órákban pedig a Csíkszentdomokos községben élőket riasztották Roalert üzenetben. A Gyergyószentmiklósi Salamon Ernő gimnázium előtt emlékeztek pénteken Erős Zsoltra, majd szombaton az ő emlékére szervezett teljesítménytúra 9. kiadása zajlott, közel 400 résztvevővel. Az időjárás kedvezett a túrázásnak, a szervezők elmondása szerint sikeresen, balesetmentesen zajlott le a rendezvény, a jelenlévők méltóképpen tudtak közösen emlékezni a Hópárducra. 2013. május 21-én tűnt el Erős Zsolt hegymászó a Kancsendzöngán. Az Erdélyi Kárpát Egyesület gyergyói osztálya 9. alkalommal szervezte meg a Hópárduc emlékére megrendezett teljesítménytúrát. A rendezvény pénteken délután a Salamon Ernő gimnázium előtti emlékműnél vette kezdetét, ahol Gál Hunor plébános mondott áldást, majd Vadász Szatmári István, a gyergyói EKE vezetője elevenítette fel Erős Zsolt életútját. Jó, hogy itt együtt vagyunk. Itt állunk Erős Zsolt emléktáblája előtt. Most már a 9. alkalommal emlékezünk Zsoltra, és emléke előtt tisztelegve több százan bejárjuk a 20-30-50 kilométeres távot Gyilkostó és Gyergyószentmiklós között gyalog vagy biciklivel. És tudjuk, ki volt Zsolt. Zsolt itt érettségizett a Salamon Ernő gimnáziumban, a gimnázium oldalán, ezeken a köveken, majd a Gyilkostónál tanult meg sziklát mászni, majd Magyarországra került, és soha nem felejtette el a gyökereit. Évente hazajárt, beszámolt a teljesítményeiről, velünk túrázott, és városnapokon együtt örventünk az ünnepnek. És Zsolt, az a magyar ember, aki mindmáig megmászta a legtöbb 8000-es csúcsot, 14-ből 10-et, és az utolsó kettőt balesete után nőlábbal. Tagja volt a gyergyószéki EKE-nek. Az EKE beterjesztésére az akkori városvezetés 2008. december 8-án díszpolgári címet adományozott Erős Zsoltnak. A gyergyószéki EKE-sek és sokan gyergyóiak is, a székelyek, a magyarok Zsolttól tanuljuk, mi a kitartás, hogy lehet kitűzött célt megvalósítani. Ez a közösség a gyergyószéki EKE több mint 200 állandó tagjával megőrizzük az emlékedet Zsolt, és évente május 21 tájékán megszervezzük a teljesítménytúrát, és ez azért lehetséges, mert vannak emberek, akik támogatnak, vannak vállalkozók és szervezetek, akiknek fontos a közösség, és nem utolsó sorban ott vannak az EKE-sek, akik több hétvégén keresztül lejárják, előkészítik az útvonalat, és vannak EKE-sek, akik hetekig, éjszakákat feláldozva azért dolgoznak, hogy a teljesítmény túlra sikeres legyen. A pénteki megemlékezés koszorúzással zárult. Szombaton reggel a túrák indítása 7 és 9 óra között történt a gyilkostói csónakháztól. Idén 380 túrázó vett részt az Erős Zsolt teljesítménytúrán, és mindenki szerencsésen épségben célba ért. Az összlétszám az 380 résztvevő, ebből a legnépesebb volt a 30 kilométeres, majd a 20-as, az 50-es a bringás, és legutolsó sorban az 50-esek, akik bevállalták a távokat. A résztvevők épségére a Multiszálva és a Balánbányai hegyi mentők vigyáztak, illetve önkéntesek teljesítettek pontőri szolgálatot, vagy az indításnál, illetve a célban a Hétvirág panziónál vállaltak szerepet. Meg szeretném említeni és meg szeretném köszönni a Multiszálva Gyergyószentmiklósi hegyi mentőcsapatnak, és nem utolsó sorban a hegyi zsandároknak, akik ezelőtte pár nappal lejárták az esztenákat, ők is biztosították a részvevőknek a biztonságát. A túrázók közül vannak, akik nem először teljesítették az általuk kiválasztott távot. Volt, aki harmadjára vágott neki kerékpárral az 50 kilométeres távnak. Bringás 50-est csináltuk meg, és nem volt könnyű táv a tavalyihoz képest sem, de meg sikerült, és
örvendünk, hogy megvan. Idén a 30 kilométeres táv volt a legnépszerűbb a túrázók körében, legtöbben barátaik körében vágtak neki a kihívásnak. Rendz Hunor Csíkszeredából érkezett barátaival, és negyedik alkalommal vett részt az emléktúrán. Szerinte egy jó kezdeményezés az emlékezésnek ez a formája. Mindig felelemítünk valami olyan történést vagy hírt, amit Erős Zsoltról tudunk, hallottunk vagy olvastunk, és amit említettem, a baráti összejövetele, ez az, ami örök. A célba érést követően a szervezők meleg egytálétellel várták az érkezőket, majd a pihenő alatt a túrázók kisebb csoportokba verődve osztották meg a nap élményeit. Este tábor, tűz és ének mellett folytatódott az emlékezés. A legrégebbi, a nagy közönségnek szóló magyarországi utazási magazin, a 26 éves Az Utazó idén is meghirdeti azt a közönség szavazását, amiben az elmúlt esztendő legjobb magyarországi és határon túli turisztikai szolgáltatóinak szálláshelyek, éttermek teljesítményét lehet elismerni. Az utazó.hu weboldalon leadott szavazattal bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy az Utazó magazin június 12-i díjátadóján 2023-as teljesítményük alapján Erdélyből is a legjobbak kapják meg az elismerést. A 2022-es teljesítmény alapján tavaly az év erdélyi magyar szálláshelye a Csernakeresztúri Nisztor panzió, az év erdélyi magyar étterme pedig a Gerendás panzió és étterem lett. A rákos megbetegedések száma nő Európában. A melanoma a hatodik leggyakoribb típus az uniós adatok szerint. A lett fővárosban, Rigában létezik egy uniós finanszírozású projekt, amelynek célja a betegség korai diagnosztizálásához való hozzáférés javítása és az életmentés. Ezzel az új hordozható eszközzel a házi orvosok nem invazív, rutinszerű szűrést végezhetnek. Hordozható eszközökkel szűrnék ki a bőrrákot Európában, bár egyelőre csak Lettország fővárosában indult el egy projekt, amelynek célja a betegség korai diagnosztizálásához való hozzáférés javítása és az életmentés, várhatóan az unió más régióira is kiterjed majd. Egy új hordozható eszközről van szó, amellyel a házi orvosok nem invazív, rutinszerű szűrést végezhetnek. A Lett Egyetem kutatói fejlesztették ki a technológiát, amely különböző színű fényeket használ annak meghatározására, hogy egy bőrelváltó rosszindulatú vagy jóindulatú. Az anyajegyhez hasonló elváltozásokat átvizsgálják, a fények ártalmatlanul hatolnak be a szövetbe 5 mm mélységig. A képeket vezeték nélkül küldi el elemzésre egy algoritmus, az eredmények pedig másodpercek alatt megjelennek egy felhőrendszerben. A készüléket eddig több mint 4000 elváltozáson tesztelték nagy pontossággal. A rákos megbetegedések mintegy 4%-át teszi ki a bőrrák Európában. 2022-ben például közel 100 000 új esetet regisztráltak, többnyire 45 és 69 éves kor közötti pácienseknél. A jó hír az, hogy az Európai Unióban a legkevesebb melanomás esetet Romániában, Bulgáriában és Lengyelországban jelentették. Helyi terek, kozmopolita látomások címmel nyílik kiállítás a Gyergyószent Miklósi Tarisznyás Márton Múzeumban. Darvai Tünde festészeti tárlatát Orosz Anabella grafikus, képzőművész nyitja meg május 29-én szerdán 18 órakor. A kiállítás címe arra utal, hogy manapság mindannyian egyszerre több irányban élünk. Egyrészt a helyi közösségeink tagjai, de ugyanakkor a terjeszkedő globális hálózatoknak is részesei vagyunk, tehát kozmopolita világpolgárok is. A mobiltelefon és a közösségi média kulcs szerepet játszik mindebben, de ahelyett, hogy a technológiára összpontosítana a művész, festményei egy sajátos kozmogóniát teremtenek, a kortárs képek, álmok, archetipusok és ökológia hibrid világát, amely azt keresi, ami egyszerre lokálisan és univerzálisan emberi.
Ezek voltak híreink május 27-én. Tartsanak velünk holnap is. Szép estét, viszontlátásra! Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.